Szevasztok, Tomiszek, és ebben a videóban kipróbáljuk a Creativerse nevű játékot. Ugye felraktam egy olyan videót, hogy írjatok nekem, hogy milyen játékokkal játszak, és ezt a játékot is megszavaztátok, hogy ezt próbáljam ki. Úgyhogy látjátok már bal oldalt, hogy Tomix világa, már igen, már létre lett hozva egy világ, és már létrehoztam. És akkor most, amit elkezdtem, hogy kipróbáljam, hogy a játék működik-e, és a felvétele és hány FPS-en van, és akkor közben egy kicsikét játszottam vele, hogy visszaszokjak oda, ahogy mit hogy kell. De még most se tudok minden 100%-osan, szóval ezért még ne haragudjatok, hogy így még balfaszkodni fogok. Szóval, bocs, még egyszer. És remélem a mikrofon minőség az jó, mert itt van előttem, és itt van a telefonom. És a telefonom mikrofonjába veszem fel a hangomat, úgyhogy remélem jól fogjátok hallani az én hangomat is, a játék hangot is. Igen, lehet, hogy egy kicsikét hadartan fogok beszélni, de mert tehát igazából nem csináltam ilyen gyakran, hát most se gyakran, hanem ritkán csinálok ilyen fészkemes videókat, de megpróbálom minél sűrűbben felfele rakni az olyan videókat, ami például ehhez hasonló, mint a Creativerse, ilyen első látásra videók, stb. Na de, itt vagyunk a játékba. Igen, még a játék itt az elején laggol. Ugye, hogy tölti be fel a csánkot, mint a Minecraftba. Ez ilyen Minecraft copy, csak jobb grafikával, ugye. Ez egy disznó. Ez alakul át este. Ez a disznó támad meg minket este. Ez ilyen... Mihez hasonlít ez a... Ez az állat. Ilyen... Félig orszarvú... Orszarvú... Nop. Dick. Félig orszarvú... Félig kaméleon. Féleség. Ez a cucc. Hát ez már... Ilyen Minecraft copy. Ugyanúgy nappal elégnek az olyan állatok, az ellenséges állatok ugyanúgy nappal. Vagy ellenséges szörnyek, bocs. Ugyanúgy elégnek nappal, mint a Minecraft-ba, szóval ja. Erre a játékra nem kell mit mondani. Na, mit kéne csinálni? Ugye már csináltam egy kardot, menjünk el bányászni? Majd elsőnek építsünk valami házat, hova el tudunk bújni esetleg. De ez a... Plants, ezt nem tudom, ezt mire lehet használni. Szerintem inkább építek házat elsőnek. Jobban járok. Úgyhogy még egyszer mondom, ne haragudjatok, ha nem értek a játékhoz semmit. Mert igazából ezzel a játékkal ha maximum 5 órát játszottam. Utána már havarokkal egyszer sem indítottuk el ezt a játékot. És igen, én mindig hadartan beszélek. Meg kéne nyugodnom a beszédem véget. Nem kéne ilyen hadartan beszélni, mert utána meg azt fogjátok hinni, hogy nem tudok beszélni, vagy ilyesmi. És el kéne szoknom arra, hogy ilyen hogy beszélni kéne videókban, mert ugye vannak olyan videóim, hogy ugyanígy játszok egy játékkal, első látásra, stb. És akkor meg nem beszélek benne. Alig beszélek benne, értitek? Az olyan videók meg unalmasak. Dick. Dick. Ne! Mi ez? Ez valami rák. Két szemű rák. Menj már innen. Ez az. Meg volt a taktik. Megölte a... mit? Valami... Night... Valami faszombercit megöltem. Mindegy. Kéne... fákja. Vagy fákját azt hogy is lehet csinálni? Meg is a izé... Akkor... Igen? A Q. Az evető meg az inventory. Ugye itt vannak a... izék. A fegyverek, gondolom ezek is szintekből állnak. Ezek nem szintekből állnak. Ja, állnak kedben. Akkor kell. Ez mi? Moss.
Aha. Jaj. Armor már tudok csinálni. Várjál. Ne. Ah, ja. Ullok. Aha. Akkor ilyen achievementekkel igazából miért földkövek? Na, végre már ki tudtam mondani, ne haragudjatok, bocs. Ugye, miért földkövekkel kell állakolni a cuccokat, akkor most azt is tudom. Nos, igen, le kell craftolni ezt az armort. Ez már megvan. Kell még csont. Mi? Leather. Gondolom, hogy bőr lehet. Ez meg twine. Kötél. Még szerencsé, hogy itt vannak ezek a képek róluk. Ez valami bőr lehet. Nem, mert bőr. Ez tudja, hogy bőr. Dék, már megértem, hogy sótartó, de nem, mert csak egy puti. Kell hozzá yellow flower, meg gomba. Na. Aha, kell hozzá stone. És akkor már tudok csinálni egy kőkardot. Jaj, már megint hülyeséget csinálok. Na, várjátok akkor. Nekem kéne ilyen musz. Igaz, az kell. Ez a musz. Kell a fákjához. Igen, musz. Jó, hát akkor az ott van. Ott vannak a milyen nyírfa szerűséghez, szerűségnél. Itt ez. Egy plusz egy musz. Aha, itt van. Ne alakuljatok, hogy ilyen izé hangot hallottak. Ilyen nagyon-nagyon süvítő hangot, de az a laptopomnak a izéje, a ventilátora. És néha ilyen felvételekkor fel akar szállni a laptopom. Szóval azért ne haragudjatok. Stone. Aha. Nem vagyok olyan fejlett, hogy stone-t is tudjak bányászni. Nem hiszem, hogy stone vagy az, akkor... Akkor fejleszteni kell a kesztyümet. Nos, akkor már megvan a mousse is. Igen. Áááá, 48 fel kell tudtam craftolni. És akkor nem jön bányászni. Ez igazából azt mondtam, hogy igazából azt mondtam, hogy én... Jaj, de megijedtem. De jó, olyan, mint a Minecraft Shadow Mode-dal lenne. Crafting menü. Akkor kell fejlesztenem a kesztyümet. És hol a kesztyű? Aha. Igen. Wood. Stone. Elsőnek is craftolnom kell egy ilyet. Amihez megvan az alapanyag. Fasza. Ez megvan. Akkor most bányászni kell szenet. Meg ezt az extraktort kell megcsinálni. És extraktort azt mivel kell csinálni? Igen, stone, meg craft processzor. Jó. Akkor szerezni kell valamit, amit hülyeséget csinálok. Ja, nem, most már tudok stone-t bányászni. Igen, az első rész a Creative Earth-ből unalmas, tudom. Tudom, hogy unalmas. Nekem is minden új. Ó! Oh, processzort akkor már is tudjuk craftolni. Vagyis majdnem le tudjuk. Na de! Nekem igazából építeni kéne egy házat, hova ezeket a cuccokat rakom. Hol lenne az ideális ház? Hát a fatetőről biztosan nem fogom építeni. Na várjátok. Hát mit mondjak, hát legyen ez.
Ott a sivatag. Ez nekem tökéletes. Blokk. Útva. Ajtó. Kell hozzá méz. Hát tudom, hogy a méznek nem ez a neve. Valami beeswax kell hozzá. És nem méz. De hasonlít a mézhez. Lehet, hogy az is, csak a játékát nevezte. Már minden, nem akarok hülyeséget mondani. Várjátok, igen. Telefonom van felvétel. Jó, gépen is van a felvétel. Na, unlock. Aj. Ez meg minden kell. Jó, akkor még várunk a stone-nal. Ajtót már tudok, ládát már tudok. Mi ez? Slag. Majd slocsoló, bocs. Tudod, hogy a slag végére kell rakni ezt a cumót, és akkor többféle... Locsoló! Locsolóhoz kész. Bonyolítom le. Igen. Tudok hülyeségeket mondani. Nem is kicsiket. Ha jól emlékszel, akkor a multiplayerben, amikor játszottunk havarokkal, akkor volt, vagyis lehetett építeni házat. Vagyis nem az, hogy hogy a játék fejlesztette ki saját magának. Akkor gondolom ez az. Ez az a építős cucc. Bombaház. Csak azért tudja, hogy alapanyag kell. Hát jó, hát... Építek valami randomot, az kész. Amúgy a videóból próbálok vágni, és ilyen unalmas részeket kivágom. Úgyhogy remélem érdekes lesz számotokra az a videó, és remélem vicces lesz számotokra az, hogy hogyan én bambáskodom. Na de, megépítem gyors a kis házamat. Ja, itt megépítem gyorsan. Ilyen kis kocka elég lesz nekem. Jó, akkor megyünk. Szerzünk fát. Ez mi akar lenni? Ó. Van benne bőr. Oké. Most már tudunk csinálni ezét is. Jaj. Igen, a gépem, vagyis a laptopom megint el akar szállni. Fel szeretne szállni szegény laptop. Így. Akkor csinálj gyors ajtót. Itt van. Nem itt van. Itt lesz valahol az ajtó. Igen, itt is van. Kell hozzá még inda, még ez a méz állagú cuccos, ami már ott van fent a fa tetején, helyett már ott is van. Szóval oda magamat, szerintem fel fogom építeni magam. Igen, mondom. Ez tuti méz, csak átnevezte a játék valaminek. Valami más névnek. Csak mondom, hogy én nem vagyok perfekt angol, úgyhogy ezért is elnézést kérek. Szerintem, hogy leugrok, itt meg is töglök. Szóval nem akarok megdögni még a játék elején. Na. Akkor felkért a házamhoz. Így igen, hogy építkezek. Így. Így, ez zsír. Nos, akkor tényleg elfelejtettem az ilyen indát. Az ilyen indákat az ilyenféle fáknál lehet megtalálni. Ha jól emlékszem.
Remélem fogjátok látni azért a játékot. Mert hogy ugye lejött az este. Leszállt az éj. Hú, de szép gec. Univerzum. Na várjatok. Jó, felvétel megy, még telefonom megy, még a felvétel. Oké. Okay. Hogy, ó, közben megtaláltam az indát. Ez, akkor ezeket már készítem innen. Bármikor jól jöhet még az inda. Mondom úgy, mint Minecraft-ba, ugyanúgy is, vagyis ugyanitt is van dzsungel. Vagy ez az akarna lenni? Ez a rész. Mondom, ez dzsungel akarna lenni. Mert én úgy tudok róla, úgy tudom, hogy csak a dzsungelbe lehet találni indát, Minecraft-ba. Szóval szerintem az egy dzsungel akarna lenni. Akkor nekem, barátom, ajtó kell. Craftolja nekem két ajtót. Ó, de jó. Akkor üveget, azt mikor lehet csinálni? Mi lesz? Ujjaj. Iron rod. Glass. Ej! Kurva szárat. Ja, jó, a GPS ott jelzi a halált. Ott felül, szóval... Aha! Ott, szépen. Ki is jelzi nekem a játék, hogy... ott haltam meg, szóval... Ez egy pozitívum a játékhoz, mert fél kijelzi, hogy hol haltam meg, és könnyű visszatalálni. És ha jól látom, akkor az emberünk kettőt ugrik, vagyis két blokkot tud ugrani. Ez is jó. De! Messzi nem. Nem akarok csúnyán beszélni. De hiába, már ebben a videón már egy-két csúnya szó már elhangzott. Szóval ne haragudjatok. Aha, szóval akkor ilyen bört az olyanoktól lehet szerezni. Nos, akkor nekem még most is glass kell. Glass. Window. Stone window. Glass, 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 glass. Stone, kő, window, window, window. Mi van? Itt nem lehet találni. Forge, hát. Igen, akkor megint megtámadott ez a disznó. Most már megint jön egy. Na, hogy befejezzem a házamat, igazam van. Nem már, ó. Oh. Na, két csontot is találtam. Igen, ez meg a táskám tartalma volt. Nos. Akkor végre be kéne fejezni itt a izét. Jaj. Jaj. Ez nem mi a... Aha, ilyen gomba. Cuccos. Nos, nekem ilyen kell. Igen. Inventory. Tuti, az üveghez izé kell, homok. Hát, mi más kéne? Hogy ide megijedtem tőled?
Újra tudsz támadni. Nem csak az ilyen átalakult disznóktól lehet szerezni ezt a bört, hanem simán tőlük is lehet szerezni. Nos. Akkor Froge. Az igazából azt hiszem béket jelent. De nekem nem az kell. Forge. Hát igen, ezt akarom. Akkor izé. Amikor ide beírom, hát crafting tool. Gondolom akkor izé kell hozzá. Ilyen, hogy mondják, crafting table. Csak az kell hozzá. Mert akkor megcsinálom a processzort. Hozzá meg kell még stone. Szóval meg bányászni. Ezt a cuccot szerintem lerakom, ezt szerintem ez a úgymond úgynevezett spawn point a játékba. Jaj. Tudja, hogy ez a spawn point a játékba. Ezt oda lerakom. That stone settings. Hát elfogadom, biztos. Jó, akkor ezt már meg tudom craftolni. Igen, meg is van. Meg is van a processzor. És akkor kell egy extractor. Kell az extractor slab. Meg rune slab. Ilyen lap. Kőlap kell hozzá. Kőlapot meg hogyan lehet csinálni? Mondom itt ebbe. Itt van. 10 másodperc egy ilyen. Így szépen csinálja. Oké, ez készen van. Dobálja, hát ez dört. Jó van, nem olvastam. Ez wood slab kell nekem. Wood slab. Ilyen kell nekem. Jó. Akkor ide vissza. Megcraftoljuk a extraktort. És az hol is van? Igen, az inventory-mban. Hát hova rakjam le? Tudom, nagyon sokat balfaszoskodom. Ne haragudjatok. Igen. Extractor. Extract or. Várjátok, megnézem mi az. Advanced. Obsidian. Már ez. Jó. Így, akkor az ilyen. Hát jó. Hát akkor most a házamat gyors, mivel gyors befejezem. Kell nekem a blokk. Oké. Okay.
Nekem most így az elején, most még így nekem elég. Ez a kis rész. Most annyi a lényeg, hogy biztonságban legyek. Jó, hát ennyi volt. Jó. Itt van még nálam. Fa. Na várjátok, akkor ezt még ezt is gyorsan bekraftolom. Floor. Jó. Ezt is unlockoltam. Jó. Ennyi volt. Akkor ezzel már be tudom fejezni. Hol van még izé? Itt. Igen. Meg itt. Jó. Akkor fel kell, hogy gyorsan rakjuk. Jaj, csukla. Még így egyet középre. Jó. Akkor légy szíves, nekem írjátok már le, ha aki le tudja írni persze, hogy mit csinál ez az extraktor? Hogy mit kell vele csinálni? Már nekem még jelenleg az angol tudásom az még... Szóval ezért megint ne haragudjatok. A processzor az átalakít cuccokat. És az extraktort meg nem tudom, hogy mit csinál. És nem tudom, hogy kell megcsinálni benne a cuccot. Ebben a videóban ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a balfasságaimat ebbe a játékba. És ha akartok egy következő részt, akkor légy szíves, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra további videókért. Ha esetleg még is tetszett, akkor nyugodtan diszlájkoljátok. Úgyhogy én Tomix voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!